Hát akkor próbálkozzunk. Sziasztok, ez most itt egy teszt videó lesz. Megpróbálok így hangos kommentárral a Commodore 64-essel játszani, úgyhogy ugye a kép az megvan, azt látjátok, közben be is töltöm a játékot. Ez a Squish nevű játék lesz igazából, én ezt régebben is faljáróként ismertem, mert először amikor kazettára ezt nekem fölmásolták, akkor faljáró néven volt fönn, de mindjárt meglátjátok, hogy miért. Hát csak indítsuk el egyelőre. Hát feltéve, hogy hát igen, azért tehát ez a Commodore 64 nem rakéta sokszor az egy program betöltés, de most mondjuk, hogy elindul. Itt az a lényeg, hogy ja, igen, ki is adták, hogy egyébként lehet billentyűzetel is játszani joystick nélkül is. Kevés ilyen játék volt annó, mert mindig az joystick kellett, de egyébként itt mutatják, hogy itt van ez a faszja, amikkel fel kell mászni erre a falra. Vannak ott ezek a színes vaszkok, amik így mozognak. Meg néha estek le különböző dolgok onnan is a tetőről, amiket el kell kerülni. Igen, tehát ha eltalál, akkor ez történik. De mutassuk inkább, hogy a fordulatba. Igen, tehát az a lényeg, hogy felmászunk a falra. Igen, és egyszer lehet ilyet csinálni, vagy milyen megmutatom, mert az előtt ezek a szarok felé mennek, de lehet ilyet, hogy egyszer. Viszont figyeljétek, hogyha feltámad és fehér színű lesz, akkor, csak, akkor már nem tudod eltaposni, egyszer lehet csak. És néha, szerintem az első pályán talán még nem, de a következő pályán így szoktak lefelé is esni valamik. Különböző dolgokat haigálnak le, amikor eltalálnak, akkor szintén leesel. De majd mindjárt bemutatjuk. Na, gyerünk. Jaj, jaj. Ott lehet felmászni, néha, ahol ilyen, miért vannak az állványon. Igen, megváltozik a dolog. Hoppá, most már dobálnak. Valaki ledobott egy kockát. Én is csak ezem a dobálókra is figyelni kell. Ajjajaj! Még egy kocka. Sem is mindig felé mozognak ezek a vaszkok, ahogy látom. De itt már itt már intenzívebben dobálnak. De nagyjából ki lehet számolni, hogy mindig mikor dobál. És itt a vége. Csak most figyeljetek, amit mi történik ilyenkor. Igen, leugrik egy ejtőernyővel, ezért mászott föl. Most már ilyen, ezért mi ez valami gömböt is ledobtak. Igen, hozzám ért. Igen, az nem egészséges dolog. Jóppá, jó, ez megvan. Néha változnak ezek az ellenfelek is.
amikor már fehér színű, akkor már még egyszer nem lehet eltaposni. Elég baj az most nekünk. Ez a igazán alé mehetné egy picit, ilyen mondom. Most megyünk. Jaj, ez a egy életet. Megyünk. Ugye fönn vagyunk. Menjünk már onnan. Megvan. Jó kis játék ez egyébként. Hoppá, na repül a kalapács. Egyébként az ilyen never ending story egyébként, tehát nincs vége soha. Előbb-utóbb elfogy az életed. Tehát ezek a játékban nincs, ami végig játszom, meg elfogynak a pályák. Azokat mindig újra benne állja. Csak a pontokat nézheted, mert azt éket el tudja menteni a lemezre. Feltéve, hogy a lemezen van, hát... Mert a katettára is el tudja menteni, hogyha van valamivel tehetnek a magdóra van kapcsolva. Meg de kiejtünk ki helyet a szalagon. Annyira nem ástam bele magamnál, mondom, sokáig kazettáztam. Már annó se. Szerencsére elég hamar sikerült fogni. Illetve volt is szerintem, már eleve úgy vettük, hogy papi is volt hozzá a kazetta, az csak... Hogyha valamelyik játék azon jött, akkor azon. De egyébként a többség az már lemezen volt, az mégis csak. Kazettához képest az volt az űrkorszak, a papi lemez. Igen, jó, sikerült. Igen, föl. És most jön a kalapács. Innen már dobálnak. De most már mit dobálnak valami táskát? Előbb-utóbb ezek egyébként ismétlődni fognak, mert... Sikerült. Oh. Megvagytam. Ez az kicsi ilyen. Egyre nehezebb így a végén már. Hát ez most vagy ezért értem hozzá, vagy az elszámos láda baszottál ide. Minél magasabb lemász, annál több pontot kapsz egyébként. Igazából pályánként csak egy életet lehet felszedni.
se ilyen nehezebb. Nem bírt időben lábat emelni. Jéj, azt hittem sikerülni fog, nem sikerült. Jó, de miközben megértem a végére. De már csak egy élet van. Ezek után már szerintem élőbe fogok vizádba fordulni. Na, úgyis elég csináltam, hogy élőzzek a YouTube-on. Jó, és szerintem itt a vége, mert még van egy élet. Aha, még egy van. Gyorsan fölött kell szaladni, és akkor jó lesz. Még mielőtt odaérne. Na, most egész jó vagyok. Nem, oda nem mehetünk. Azt még egyszer nem lehet eltaposni. Hát igen, ennyi. Akkor itt a vége. Hát jó, hát akkor ez ennyi volt. Legközelebb talán jobban fog menni. Na, sziasztok!